egyes villamos megy tovább, és még megvan a 103-as is. Az első napja az egyesnek, amikor már Kelenföldig jár. Két percből jön is egy egyes. És ami érdekes, hogy megmaradt a 103-as, aminek szerintem semmi értelme nem volt meghagyni, de valamiért mégis meghagyták. Fél óránként fog járni, de villamosra teljesen párhuzamosan megy, és fél óránként. A villamos meg jár 5 percenként. Tehát. Jön a 2004-es kombinó. Közel van ez a két megálló egymáshoz. És most indultunk el. Az új megállókat még nem sikerült rátenni. Kelenföld vasútállomás, metróállomás. Végállomás. Itt pedig az épülőbe telefázok. És azt néz, hosszú, hosszú caf. Nincs csak egy másik ismerős arc. Az felettébb érdekes, Dani, hogy például a Lajos-Mizsai vonalnak az alsó része sokkal jobb állapotban van, mint a Budapest felé a északi. De azt tudod, hogy miért? Mert 2005-ben volt sincsene. Emlékszem, mert 2005-ben sincsene volt. Ja. Volt egy, majdnem egy évig vágányzál a teljes vonalon. És az északi szakasz meg sokkal szabb állapot. Igen. De ott volt a... Én Katafalvánál láttam, hogy belopták. De mögötte volt a koleszunk. A Andráskáztet belopták. A vonal mögött volt a koleszunk, és akkor azt azon a részén jártam csak. Belopták. Igen, az az, ami, hogyha a Somogyin tovább fogják vinni, akkor az megy arra majd. Azt csak azért hagyták ott. Hát én Hallod, még a BPM 377-et még nincs is van állítva az udvaron, Kelenföldön, régen még a BPM...
ott is a fotósok, minden. Talán az egyik állás meg lesz. Előttem az utódom, vagy mellettem az utódom. Bang.